Csácsóbé csörtészt a csokoládét, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán! Képer jelentkezik egy következő videó! Van! Jó van. Kávéről le kell állni. Jegyezzétek meg, írják, valaki kommentbe írja, hogy ne igyál kávét Keeper videóval előtt, mert nem fogjuk tudni, hogy mi történik. Na, Scrap Mechanic. Milyen videó ez? Első látásra? Nem mondhatnánk, mivel rengeteget játszottunk ezzel a játékkal évekkel ezelőtt, de úgy gondoltam, hogy annyit változott ez a játék, hogy rá kellene nézni még egyszer. Régebben egyébként nem volt más, mint egy ilyen sandbox jellegű, azt építesz, amit akarsz egy csomó építő elemből, mint hogyha legóznál. Típusú játék, semmilyen célja nem volt, csak így rakosgattad egymáshoz az elemeket. Egyébként azt még elmondanám, hogy azért jött az ötlet, hogy ezt a játékot újra ki szeretném próbálni, mivel Bondika volt olyan szíves, hogy az egyik régi Scrap Mechanic videó alatt elkezdett trollkodni, hogy mikor lesz már ez kettőt feles Rábas Tiger Challenge, meg ilyenek. Egyébként mindig ráakad ilyen régi videókra, és akkor ott azon rög, hogy milyen hülye voltam. Meg igazából szerintem pontosan ugyanannyira hülye vagyok, de úgy nem tudom, ezen így elszokott röhögni, mert én meg azon, hogy miket ír. Na, szóval, mi változott ebben a játékban? Mindjárt megmutatom, gyerekek, figyeljé, oda néz. Van egy ilyen play, ami ugye előhoz egy csomó opciót, ami nem csomó, hanem három, de viszont vannak ott ilyen nagyon érdekes dolgok, amik nem is felfoghatatlanak számomra például. Ugye régen volt szerintem ez a mód, ez a kreatív, amikor így gyakorlatilag mint a Legóból így építkeztél mindent, amit akartál, aztán azzal elszórakoztál. Csináltunk impulzus fegyvertől elkezdve MTZ-ig, meg Rába Steigert, meg Combine-t, meg mindenféle csura jó dolgot. Szerintem ez kb. Az itt a jobb oldali. A középső, azt egyáltalán nem is értem. Túlélő mód. Mit kell itt túlélni? Ott van a háttérben a kettő csákónak egy ilyen robot, ami mintha támadná őket. Akkor gyakorlatilag ez egy olyasmi, mint egy ilyen túlélő játék, és akkor kajálni kell, meg minden, meg esetleg építkezni, és akkor házat építeni, meg minden, hogy túléljél. Nem, egyszerűen nem tudom, nem néztem róla semmilyen videót, ti biztos jobban tudjátok, vagy lehet, hogy nem. Van itt egy ilyen is, hogy challenge mód, kihívások, ami gondolom olyasmi lehet, egyébként ezt nagyon-nagyon-nagyon régen mondta nekem egy néző, hogy ez tök jó, mert belekerült a játékba, de azóta gondolom belekerült már ez a túlélő mód is. Na, ez a kihívás mód, ez elvileg olyan, hogy egyre nehezebb dolgokat kell csinálni, megépítened ahhoz, hogy túllépj azon a challenge-en. Én arra gondolom, hogy a kreatív módban gyakorlatilag már játszottunk eleget. Régebben. Biztos egy csomó újdonság van. A túlélő módra még nem vagyok felkészülve lelkileg. Viszont a challenge módot kipróbálnám, mert lehet, hogy ez inkább így megfelelne számomra, mint egy ilyen tutoriál, mivel az új tárgyakat, meg minden érdekes dolgokat megismernék. Szóval, akkor így vágjunk bele ebbe, aztán, hogyha már fel vagyunk készülve, meg eljutunk egy bizonyos szintig, akkor valószínűleg, hogy egy túlélő módot ki fogunk próbálni, amire azt se tudom, hogy mi, úgyhogy, yeah. Na, challenge mode. Jó van, oké. Ki kell választanom a challenge-t, ami igazából egy darab van. Master Mechanic Trias. El tudta olvasni a képről. Ez már egy kihívás. Azt a rohadt terve, gyerekek. 50 darab challenge van, amit meg kellene csinálni. Challenge pack, ez jó, vagy nyomjunk egy plajt. És akkor mi? Meg kell csinálnom valamit, és úgy tudok túl... Ott a verdaja. Mi az? Ha ilyen autóversenyzős gyereki dolgok lesznek. De micsoda átvezető animációk vannak. Gyerekek, vannak ilyen játékok, amik így fejlődgetnek, nem? Így ránézel két év múlva, aztán azt teszed észre, hogy úristen. What the fuck? Nem két év múlva, szerintem, hogy három éve nem játszottak. Na figyeljetek, mi ez az egyes van? Ja, ez egy tutorial. Gyárikék, ott a nézzél, hát ez nagyon jó. Ez hasonló, emlékszek erre. Ez mi ez? Ez egy ilyen lift, ugye ezen tudsz építkezni. Ez egy ilyen, nem is tudom milyen szerszám, hegesztő, vagy mit tudom én. Festő? Ez meg nem tudom, mert ez nem volt régen. Van egy rádió. Be lehet kapcsolni, gyerekek. Na, ezek verdával kell gondolom átjutni oda. Ez nem lesz egy bonyolult. Ja. Oké. Okay. Oh yeah, egyes challenge kézzel lehet, hogy halka játék, nem? És még mi? Mi ez? Nincs kereke, gyerekek? Osztob egyár, várja. Nézzük egy izét, option-t valami. Display az mennyi? Jó nézünk ki. Free camera, full screen, over English, gondolom, nincs, ez egy Brazília van. Bírom ám, érted, minden van.
koreai, meg ide, meg orosz, meg minden magyar, az büdös életben soha nem. Na, izét akartam meg, audiót. Rakjuk följebb, nem? Igazából olyan sok dolog nem történik ebbe, gondolom, de nem lesz. Nem fogunk a vájt füleink. Na várjál, ide kell akkor Verdár építeni, mert hú, de nagyon régen játszottam ezzel. Előre kéne ketetni, hogy mit akarok elővenni. De hol van? Honnan tudom előketetni? Már nem... Aha, a ládából, more. Aha, van egy féktárcsánk, vagy nem, ez nem féktárcsa, ez egy ilyen hajtómotornak megfelelő dolgunk. De várjál! Ez nem kezdve... Nem lesz kevés ez nekünk, öcsém. Ja, három kerék, jó van, oké. Okay. Van egy... Ja, hiányzik egy hajtómotor. Szület ide, amúgy. És akkor mehet a kerék. De miért nem? Ja, fel kell emelnem, várjál, álljál. És akkor ugye valahol kell raknod. Úgy. És akkor ugye, nem tudom, azt igen, és tudod emelni is. Itt tudsz szerelni nagyon jó dolgokat. Egyébként baró jó ez a játék, nem tudom, hogy valaki ismeri-e. Egy nagyon sokan ismeritek biztos. De jó, eddig nem volt ez az effekt se. Így megpörög, jó van. És akkor ezt ki lehet venni elvele, kettes, hogy kell kivennem? Hoppa. Régen is nagyon jó volt a fizikai játék. Ó, van ilyen izé, figyeld, ki kell kerülnem, more. Fuck yeah! Na, megint mit kell? El kell jutnom oda, oké. Okay. Vágom, van minden, hallod? De van, igen, ott a ládában van valami. Jó, menjünk. Lehet, hogy nem ártana végig. Mi hiányzik? Megnézzük a ládát, jó? Nincs még semmi, barát. Akkor... Húha! Várjál, várjál, állj! Állj! A kormánymű nincs bekötve, az meg nem is tudom, hogy van. Húha! Ezt kell összekötnöm, akkor nem azzal, ezt kell összekötnöm. Nem jó. Az üléssel. Az üléssel, igen. Meg ezt kell összekötnöm az üléssel. És akkor ugye kormányozható. Ezzel tudod így összekötni a dolgokat. Ugye például a hajtást, azt össze kell kötnöd a motorral. Például most az első hajtást nincs így bekötve. Ezt így még be tudod kötni, hogy az is hajtson. És ugye tudod állítani, hogy merre. Erre hajtson, vagy arra hajtson. Ez például fordítva van. Meg tudod fordítani a rotation-nyit. És akkor most egy... Hoppa! De ennyi csinált, hülyeséget csinált a keeper. Fordítva van, várja a kanyar, fordítva kanyarodik, úgyhogy itt valami nem stimmel. Aha. Ezt át kell fordítani, meg ezt is. Ah, most jó is. Oké, okay, gyerekek. És összkerekes lett a Verda. Jó, ez élem. Ez jó az a challenge, mert újra tanulod a dolgokat. Na, mit mutat? Nézzük meg, mit mutat. A ládát mutatja igazából, semmi más. Megint gondolom, valami nem működik. Most a hajtás nem fog működni, nézz oda. Nincs meg. Ott benne lesz a motor. Tutti, tutti. Ezt élem, ezt élem. Ezt végig csináljuk, ezt az 50 challenge-et. Szerintem úgy kitanulod a játékot, azt tudod, hogy hogyan kéne csinálni. Ez jó. Igen, az engine, látod? Ez tök baróéva egyébként az a durva ebben a játékban. Ez körülbelül olyan, mint a Minecraft, csak ilyen mérnök vagyok. Edition, tudod. És akkor ezt ide be tudod dobni, és akkor ugye be kell kötnöd ezzel a bekötő szerszámmal. És nem mindegy, hogy merre hajt. Fordítva. Fordítva. És egyébként tudsz... az e... more. Azt akartam mondani, hogy tudsz a motornak teljesítményt adni. Hát, adott is a keeper neki bőven. Várjál. Bassza, mekkora izé. Ja, ne, ez ilyen alapján a dolog? Jaj, ne menj el. Ne menj el. Aha. El is vesztem, jó van, nem baj. Akkor menjünk. Hő, indul meg. Jó, elcsesztem. Nincsen izé, reset. Jó, elcsesztem, bocs. Valamit nem értettem meg. Ja, be kell kötni, várj, értem, be kell kötni a motort a izébe is. Ugye az ülésre is, ez van egy vezérlőegysége mindenképpen az egésznek. És azért ugye be kell kötni, hogyha ezt így föltuningolod,
és nincs beködve az ülésre, akkor direkt behajt. Érted? Hogy tudsz ilyen motorral, amit tudom én hajtani valamit. Figyelj, ez most nagyon nyíl lesz. Igen, ezt gondoltam egyébként. Gondoltam, hogy sok lesz, tudom, tudom. Hülye keeper, de ki akartam próbálni ilyen, hogyha nyílem van. Jó, ez így jó lesz. Új, egyébként nagyon, nagyon kéz rá, nagyon jó. Nagyon adja ez a játék. Na most meg viszont... viszont nagyon kevés lett, de... És nem összkerék. Na, várjál. Motort kössük be. Izére is. Első kerékre is. Ugye ez, ezek a motorok. Valamint az ilyen hajtások, nem motor. Ez a motor, ez a hajtás. És akkor adjunk neki egy kis kakajót, jó? És akkor most már biztos jó lesz, meg most már összkerék, érted? A franc sem bele, hogy mindig ez történik. Komolyan mondom. Nos. Emeli az elejét rendesen a verd a gyerekek. Első kerekesre kellett volna megcsinálni, az jobban van. De rend, komolyan mondom, emeli az elejét. Jó, megtörtént! Next. Minem, úristen, fél kocsi nincs. Na, nem gond egyébként. Egyébként én soha nem így csinálom a kormányüvet, hanem egy egész más technikával. Ugye gyakorlatilag egy idő után, gondolom itt most már, itt már kezdesz ilyen szabad kezet kettni, mert például 16 darab ilyen építő elemed van. Ilyenkor mindig ugye fel kell emelni. Az az. És akkor ugye 16 darab építő elemből így építkezhetsz. Azt hiszem lehet húzni is. Aha, így lehet, igen, csak nem húzzuk. Ja nem, azzal vissza tudod szedni, jó? Oké, meg ugye így tudod húzni, hogy így. De ugye vissza tudod törölni. Jó. Értsünk mindent. Megmutatom, hogy én... Na, mit nem tudom megmutatni. Emeljük fel egy picit? Ugye megcsináljuk a idejét. Legyen itt, legyen itt. Ez lehet, hogy kicsit rövid lesz. Lehet kicsit rövid. Gyorsan összedobom, már ne aggódjatok, pillantás. És egyébként természetesen az ilyen fának, meg ilyeneknek van olyan fizikai tulajdonsága, hogy hajlik. Ugye ezért vannak különböző matériák, például vas. Ide kellene egy forgat. Összekeverem mindig a balt meg a jobb gombot. Ide kellene egy forgató, ide kell egy forgató, ide kell egy másik ilyen. Úgy, összecsatlakoztatjuk, ugye? És akkor ide, itt meg lesz a... Hát a üvaza, ez egy kicsit magas. Magas lett. Jó, nem baj, gyerekek. Nem baj! Figyelj, összedobom pillanat alatt. Nem kell szépnek lennie. Nem kell szépnek lennie. Akkor úgy kellene, hogy ugye az üléssel össze kell kötni ezt. Oké. Okay. Meg ezt. Nem tudom, hogy a... Pillanat. Pont fordítva van, ezt mindig összekeverem. Oké, okay, ez jó. Hát egy kicsit furán néz ki, tudom. A motor be van ködve. Ja, hát akkor jó minden, akkor mehetünk is. Nem kell gyorsan menni, nem akarok se rekordot dönteni, semmit, csak hogy végig kellene mennünk ugye ezeken a challenge-eken. Jó, hát ez nem lett szép, de működik. Szuper! Jöhet a következő. Gyerekek! Jön a íze, jön egy kicsit, bonyolódik a helyzet. És ez tök tetszik, ott van valami csoda, ott van valami kar. Mi az a kar? Úgy gyerekek, ezen föl lehet menni? Ja, biztos fel lehet állni. Hadd nézzem meg. Mi ez a kar? Semmi, ez szerintem csak dísz. Meg tudod nézni. De jó! Öpá! Ez annyira adja. Mi hiányzott? Ez micsoda? Ez egy elektromotor. Ez nem robbanó, hanem egy electric engine. Aha, és akkor mi nincs ebben? Ebben nincs motor. Ilyenkor egyébként ezt előveszed, akkor ugye látod, hogy mi... Hátsó kereke fordul, de jól meg van csinálva. Akkor kéne egy electric engine. Jó, előre terhelve. Ide mondjuk. És be kéne kötnünk.
Ez baró ez a challenge volt. Ez különben érdemes volt szerintem csinálni. Lehet, hogy a hátsókat is bekötöm. És akkor tényleg ilyen full összkerék legyen. Jó, max, nem lehet többet bekötni a gyerekek, nem lehet. Várjál, ezt el akartam tüntetni, ezt hogy kell? Így. Jó, és akkor a forgás irány arra, arra. És ezt be kell kötnöm ide. Nem, bazza, nem oda akartam megadni ember. Ére. Oké. Okay. És akkor adjunk neki kakaót, nem tudom, szerintem nem kellene sok neki, hanem inkább ugye... Hát gyerekek, ez nagyon adja ez a játék, ezt már most látom. Aha. Szerintem inkább lassan jár tovább élsz. Mondjuk ez lehet, hogy lassú bazza, adjál neki még egy kis kaksit. Oké. Okay. Nem mondod, ezt fölmegy itt. Igaz-e? Ah, igen. Ah, hogy gyerekek, nagyon király. Akkor ez a kerék, ez ilyen nagyon epic, jó. Ez ilyen nagyon off-road. Next. Hányadiknál vagyunk egyébként? Hányadik challenge-nél? Ott kell fölmenni, ott meg megint. Hát ez szerintem nem lesz bonyolult. Nézzük, mi hiányzik. Ja itt, itt azt mutatja, hogy miket tanulsz meg. Ez egy elektromotor, meg egy nagy kerék. Hát ez bazza, itt valamit nagyon kell építenünk. És mi van? Úristen, teljesen össze kell raknod egy izet, egy gépet. Először kell egy ilyen lift. Oké, okay. És akkor erre pakolunk. Gyerekek, olyan gépet építek, beszartok neki. Végre nek rám van bízva, ennek örülök. Egy izés, olyan gépet építek, hogy cső. Hallod? Á, már tudom is, mit fogok építeni. Ne essél le, tesó. Figyelj, hallod? Az a lényeg, hogy... Oké. Okay. Feljebben megyük? Az csatlakoz, oké. Okay. Ez nem lesz más, mint egy törcsuklós kivitel. Mint rábák. Okay. Mert igazából ugye itt az a jó ebben a játékban, hogy tényleg bármit meg tudsz csinálni. Azt a betyár, azt a betyár. Jó, ez így. Egy, kettő, három. Itt is még szélesítek rajta. És minden kevesebb anyagból megpróbálom megcsinálni. Akkor legyen hajtásunk. Elég szerintem négy kerék. Hány darab kerekünk van egyébként? Hol van? Hol a kerekünk? Inventory van? Aha, van. Nagy kerekünk van négy. Jó. Oké. Okay. Rendben. Igen, hajtásról beszéltük. Ez mi a különbség eszközött meg eszközött? Semmi? Nem tudom, érdekes. Oké, okay. Akkor jöhetnek a kerekek. Inventory. Ez mi? Ez egy kapcsoló. Egy kapcsoló. Jó, nem kell nekünk kapcsoló. Nem tudom, nem hiszem, hogy kell nekünk kapcsoló, nem? Oké, okay, gyerekek. Oké, okay, jöjjön lejjebb. Sőt, már le is vehetjük ilyenkor. Akkor kellene egy ülés. Hogy kell forgattam? Basz! Ezt hogy tudom most ezt így összefixálni a kettőt? Ezt nem kellene volna, azt a rohadt el. Nincs ilyen hegesztő cucc, hogy... De, ezzel tudnám. Fogalmam sincs, hogy lehet, hogy fel kell elme... Hogy kell forgatnom az ülést? Elfelejtettem, bazza. És akkor próbáljuk meg ezt a hegesztő cuccot, soha nem használtam, úgyhogy ne nézzetek hülyének. Így voltunk. Nagyon nem. Na, rak le. Na, van ilyen, volt ilyen kalapácsom, nem? Azt oda csaptam neki akkor idejét. Ezt kellene felemelnem egyébként, rájöttem. Várjál gyerekek, várjál, bele, kár volt, ez volt, ez a nagy hiba, hogy eltörtem. Oké, okay, és akkor... Jó.
Próbáljuk meg elvesztést. Azt, ezt a végét kell gondolom megfognom, és oda kellene raknom. De. Na, jaj, de jó, megoldódott. Ja, arra figyeljünk akkor, hogy ez így működik. Akkor ezt, valamit, ezt akkor valahogy máshogy kell forgatnom, gondolom. Tehát, hogy valamivel. Q-val, jó. Oké, ezt is tudjuk. Oké, kellene az elektromotor. Bazzem, azért kellene az elektromotor. Szerintem simán, minek kettő elektromotor ide? Azért ennyire nem vagyunk ide. Szerintem gyengék. Elektromotorok bekötése. És elektromotor bekötése. Oké. Oké, ezek hajtanak hátra, ezeket megfordítjuk. Bekötjük az ülésre. A kormányt meg bekötjük ide. És akkor elvileg... látod ezt? Mondan nézzük. És akkor ezt meg fogyomjuk egy kicsit, hogy... Most látszok. Ja, egy kicsit oldalt ülök. Hú, baze. Ajjajajajajajaj. Kell egy támaszkerék, most... Jó volt a koncepció, csak kell egy kell támaszték. Mert úgy földölsz, mint a szar. Nem volt rossz, nem volt rossz. Rakjunk támasztó kerekeket. Nem is lenne muszáj, hogy meghajtott legyen. Mondjuk meg lehet hajtani, nem? Hol van a támaszkerék? Nincs. Mindenképp azért forogjon. Egyelőre megpróbáljuk hajtás nélkül. Na nézzük, hogy mi történik. Nem, nem a legjobb. Gondolkodok. Nem jó, nem van ez az egész. Pillanat, pillanat, gyerekek. Lejjebb kell raknom. De ugye az a baj, hogy túl magasan van pillanat, gyerek. Mi van? Nem. Följebb kell emelnem. És akkor azt kell csinálni. Lehet, hogy jó szélesre is kellene. Egyforma széles. Hát ez a törzscsuklós egyébként, ez a törzscsuklós nem rossz. De azért vannak hiányosságok. Ja, még egy szélesség. Így. Így. És akkor itt lesznek a támasztókerekei. Azt is meg kéne hajtani egyébként. Lehet, hogy azért van a két villanymotor. Egyébként lehet, hogy nem így kell volna felépíteni az egészet, hanem egy egész más módszerrel. De hát most már nem akarok változtatni, hogyha egyszer kitaláltuk azt, akkor legyen így. És akkor, ja, be kéne kötnöm. A hátuljára rakunk rá egy villanymotort. Ezt megfordítjuk. Szuper, szuper. És akkor ezt is bekötjük oda. Ennek nem adok akkor nagy powert. Így szerintem. Várjál, meg kell vennem a izet. Kitámasztót. Na mi van? Hátsó kerék? Na majd. Jó vagyunk. A hátsó kerékem az nem az nagyon lassan hajt. Oké, eddig működik. Működik a törzscsuklós kivitel. Hát ott nem tudom, hogy föl tudok-e menni. Egyébként jobb lenne volna, hogyha hátul van a nagy kerék, közben rájöttem szerintem. Na, próbáljuk meg, jó középre kellene menni. Egyébként nem a legjobb az, hogy Jaj, te Isten! Ez nagyon... Nagyon nem jó, hogy hátul van az a két kerék, az annyira be van tapadva, hogy nem megfelelően hajt. Itt is kiszállhatok egyébként? Vajon? Nem, egyszerűen nem tudsz fordulni. Na, ennyi. Hát... Hátsó kerekek azok egy epik lassan hajtanak, és ez nagyon nem jó. Nem lesz jó. Na, most.
Jó, azt megcsináljuk, de nem túl elegáns, nem? Nem túl elegáns ez az egész. Nem tudom, mennyi időm van rá, bármennyi? Gondolom, bármennyi. Akkor begyalogolok be az... Jó, megcsináltuk. Hát nem volt elegáns. Nem volt szép. Nem volt szép, gyerekek. Várjatok, mennyinek tartunk? Hogy kell itt exitre nyomok, akkor frankon, meg remélem megmaradt a mentésem. Play, challenge, és 7-nél tartunk, gyerekek. Jó van. Szerintem azért még csináljunk egy-kettőt, nem? Egy 10-et meg kellene csinálni. Tehát akkor még 3-at megcsináljunk. 3-at még meg kell csinálni. Nem tudom, hogy ezt lehetett volna máshogy is nézni lehet. 1, 2, 3. Még 3-at megpróbálunk megcsinálni. Csak egy 10 lett be. Ez ilyen ugratós. Itt gyorsnak kell lenni, Dick. Biztos vagyok benne. Nekem kell építenem járművet. Jaj, de jó. Mit mutat? Irányítás. Nehogy repülőt kelljen építenem, megőrülök akkor. Hát figyeljetek, szerintem ez baromira nem lesz nehéz. És de egyébként az egyesről nem tudom én eltávolítani ezt a könyvet, mert akkor az itt tök jó lenne. Akkor nem, ez a könyvet ezt úgysem olvasgatom, én nem kis pályázok, majd később biztos szükségeltetik, most egyelőre nem. Na, fából építsünk valami csodát. Egyébként valami, lehet, hogy már kell mennünk, arra kell mennünk. Merre kell mennünk? Belekeveredtem arra. Erre. Jó, hát az a lényeg, be kell oda ugratni. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy valami szélesebb jármű az tök jó lenne. Szóval nézünk. Még a középső az nem is kellene. Ilyen keret, egy ilyen létrevádas jármű. Milyen kerekeink vannak? Van kicsi kis, meg nagy is? Kicsi. Nagy. Négy. Négy kicsi, négy nagy. Mi a szarnak annyi? Figyelj, itt oda legyek, hogy gyorsak legyünk, nem? Hogy csináljunk egy ilyen nagyon sok kerekűt. Hogy tudod megindulni? Meg tud, jó. Lehet, hogy csinálunk egy nagyon sok kerekűt. Nem tudom. Ilyen létrevásszerűt akartam most készíteni. Kellene valami platform, amire lerakom az érzőgést. Valahogy a közepére. Ja, hogy ez pont nem lesz középen így. Mit akar? Mit akar? Pedig azt hitte, hogy igen. De hát akkor szépen átalakítom. Hoppá, leesik. Mi? Van fizika. Elvileg lehet ám így is eltüntetni. Jó, bele kell jönnöm, gyerekek, bocsánat érte, hogyha kicsit tökörös, tökörő. Figyeljetek, itt irányítani nem is kellene, nem? Mi a francnak, hogy kell azért irányítanom? Nyílgáz azt Isten áldjon, nem? Figyelj, Forma 1-es versenyautót kéne csinálnunk. Hátú kerék. Hátú nagy kerék, elő. Kicsi. Ezt adjál neki. Hány motorom van? Egy darab engine-ünk van. Gyerek, kizé, Forma 1-es Verda. Az lett is, ez lesz itt. Oké. Okay. Csak hátul, nem. Az a baj, nagyon emeli az elejét, úgyhogy lehet, hogy azt fogunk jobb csinálni, hogy megsúlyozzuk elő. Ez most nagyon, nagyon hátul lesz a érzés új pontja. Lehet, hogy később lesznek olyan challenge-ek is, amik időre mennek, mi? Hát, mondjuk lehet, hogy kellene egy irányítás. Mondom őszintén, kicsit félek ettől. Lehet, hogy egy kicsit hogy legyen irányításunk. Igen, azt mindjárt ki okumulálja a Keeper gyerek. Hopp, az nem. Leesett az a kocka. Dick. Ezt akartam kivenni innen, ide meg berakni kettőt. Mindjárt kell valami irányítás, mert ez így nem lesz jó. De vazza, ez nem lesz így se jó. Fölülre kéne a fordítást elrakni. Ide. 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 Egyébként annyi fajta ilyen izé blokk van ám. Rengeteg.
Azt nem tudom, hogy ez így. Elég csúfos. A szélessége az nem, nem szűkebbre kellett volna, de jó van, oké, mindegy. És akkor kettő ilyen pici kerék. Okay, és akkor hátul fog hajtani a verd a gyerekek, elől meg kormányoz. Ugye? Hogy kell? Elő kormány, hátul hajt. És akkor ezt meg kell fordítani, ezt sose rakott bele normálisan. Hátul hajt. Oké. Okay. És akkor adjunk nekik a kajót. Oké. Okay. Figyelmon adagoljuk, megpróbáljuk. Na, mi lesz ebből a gyerekek szerintetek? Erős lesz? Ez draggép, gyerekek. Ó, pont a fordítva van a kormány. Várjál ma. Sose sikerül eltalálnom. Figyelj, ez megindulunk itt. De nagyon izé. De nagyon. Nagyon ornehéz a Verda, gyerekek. Valahogy meg kellene... Figyeljetek, rakjunk izét, rakjunk súlyt rá, nem? Előre. Rakjunk súlyt. Ó, ne! Én hülye, mindig a izét fordítva van minden más játékban, és mindig megszivatom magam. Ezt kellene felragasztanunk. Ugye? De ide volt felragasztva? Nem, nem így volt. Ennél fogva volt. Fölragasztva ide. Hogy? Nem. De egy működik. És úgy kellene az elejére, nem tudom, hogy ilyen kerék milyen nehéz. Vagy kettő. Jó. Gyerekek, megvan. Nem hittem volna, egy kicsit kemény volt, ja. A... Jó a fizika játék. Úristen, mi az? Mit meg kell nyomni egy gombot? Mi történik akkor? Jó, kezdődik egy kicsit ilyen izek. Mert ugye például képzeljétek a későbbiekben még számítógépet programoznod is kell, meg mindenféle ilyen elektromos dolgot is. Itt mit mutatnak meg egy gombot? És akkor azt megnyomom a gombot, kinyílik az ajtó, gondolom ennyi lesz, ugye? És akkor építhetem meg a verdámat megint. Állj, gyerekek! Jó, van már vasom. Miért ad vasat? Ez gyanús. Kell építenem egy olyan dolgot, amivel megnyomom a gombot? Valószínűleg, ugye? Nézzünk egy inventory-t. Ezt például tök nem használom, meg festéket nem használok. Úgyhogy ezt kivettem. A platform az lehet, és akkor megpróbáljuk meg... Hát egy ilyen öklöző... nem úgy öklöző, hanem egy ilyen öklöző valamit kellene csinálni. Egyébként így, sokkal gyorsabb, nem? Így. Megcsinálod így. Figyelj, kerék, 3-3. Gyerekek, hatékonyabb vagyunk, mint az atom. Megint nem csinálok időt, hülye vagyok. Egyébként megmutatom majd, hogy én hogy szoktam csinálni a kanyarodást elősegítő dolgot, aztán majd, ami úgy nevezik, hogy kormány jobb helyeken, ugye, akkor mennyire meg fogjátok látni, hogy az milyen. Én úgy szoktam, hogy ugye egy csomó féleképpen megoldhatod, például, hogy tudod azt is csinálni, hogy így. Így. Elfogyott? Bik. Kicsit azt hittem, hogy sok van belőle, aztán kíváncsi leszek, nem biztos, hogy ez működni fog minden. Mármint, hogy lehet, hogy ezt a kombot valami iszonyat erővel kell megnyomni, vagy nem tudom ám. Oké, kerekek, legyenek nagy kerekek, amár van bőven. Lehet, hogy azt kell, hogy nyomva tartani kell a gombot, lehet, hogy ki tudja, hogy milyen dolgok, taktikszek lesznek itt. Ülés. Ülés az mindig kell. Jó, hát ez megint ugyanincs középen, mert kettő helyezkedik el az ülés. Engine.
Legyen elő lehet, hogy jobb az engine, meg lehet, hogy első kerekesnek kéne lennie. Lehet, hogy az sem hülyeség, hogy legyen első kerekes. Hogy legyen összkerekes mondjuk, hát a négyet már be lehet kötni egy engine-re. Adjunk neki kakaót. Ja, nem jó, még nem jó, mert ugye még nincs bekötve az ülésre. Most ott hasz neki kakaót. De várj, ez lehet, hogy ez... Nem, nem. Kell neki adni kakaót. Jó, adjunk. Be kell kötni a kormányzást, és akkor most csak egy kormányzás lesz. Nem jó. Aha, nem jó, mert összeér. Nincs ezt a keeper. Nem rossz ez a megoldásám, mert mindjárt megmutatom. Elvileg be van még körbe. Miért nem működik ez? Be van ez körve kormányzásra. Akkor kéne működnie. Érted? Ja, azért nem működik, mert föl van, bazze, azért nem működik, mert föl van ragva. Akkor nem működik, amik nem mozognak a dolgok. Nem baj, lehet, hogy jobb is, hogyha egy kicsit távol van. Oké. Ez kerék, difizár. Ja, ilyen extrém bonyolultak. Most egy kicsit ugye ezeken a könnyebb challenge-eken így végig rohanunk, mert ugye azért ezek annyira nem nehezek még. Kiveszem most ezt, és akkor már elvileg fordulnia kell. Hát tudod, lehet így is megoldani. Úgy oldod meg igazából, az a szépsége ennek a játéknak. Tényleg úgy oldod meg, ahogy szeretnéd. Na. Csak ugye kellene valami, amivel megnyomod a gombot. Tehát akkor kellene egy ilyen öklöző cuccocska. Kb. Ez a magasság. Remélem, hogy nem kell nyomba tartani, hogy valami ilyesmit nincs kitalálva. Engine-re kell raknom, mert ez jóval nehezebb. Ugye tényleg fontos, hogy mennyire nehéz dolgot készítesz. Ó, sikerült. Azt hittem ez nyílik ki itt oldalt egyébként. Ennyi volt, tutoriálunk? Ez tényleg igazából egy tutoriál sorozat. Oké, megoldottuk. Következő, azok micsodák? Valamik vannak ott. Nézzük meg a videót, na. Van ilyen ugratószerünk, nem túl bonyolult. Ezek meg mik? Ezek lehet, hogy ilyen off-road. Lehet, hogy egy lengős csillapítót fognak teszteltetni, mert már érzem. Figyeljetek, a lengős csillapító, igen. Ez egyébként ez egy nagyon jó része a játéknak. Ezeket kiveszem, meg ezt is kiveszem. Meg egyelőre ezt is, és akkor több minden fér oda. Úgy. Vettünk mindent a ládába. Na gyerekek, lengés csillapít. Egy olyan járművet kellene csinálni, amelyik lengés csillapítókkal rendelkezik. Szerintem próbáljunk meg mindenképpen egy minél nagyobb alapterületűt. Ugye egy offroad jármű nem árt, hogyha nagy az alapterülete. Azon gondolkozok, hogy hogyan meg a lengés csillapítót most hirtelen. De hát valahogy majd csak kitaláljuk. Először csinálunk egy vázat. Oké. Így. Nézzük ezeket a lengés csillapítókat. Melyikek a nagyok? Mert ugye, mondjuk, ja, négy darabot kaptam. Ennyi, nincs is több. De van. Van valami. Ez milyen? Ez lehet, hogy offroad? Sport. Ez meg sima. Offroad. De az offroadokat kellene használnom, nem? Na már egyszer. Ezt valahogy. Az, ennek azért kell, ennek van rugó útja. Itt ki kell alakítani neki egy torny, gyakorlatilag mind az autókon egy tornyot kellene kialakítani. De várjál, már megint nem csinálok izét. Már megint nem csinálok a kormányművet, így elég nehéz lesz majd közlekednem. Így. 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 Így.
Így. Egyébként itt lehet, hogy jó lett volna. Lehet, hogy jó lett volna itt a törzscsuklós kivitel. Hát ez nem gond. Na, gyerekek, akkor kellene kialakítanunk tornyokat a lengéscsillapítóknak. Mert ugye elég hosszú úton járnak, hogy ne az legyen, hogy úgy nézzünk ki, mint valami holjáró, hanem mint egy normál autó, csak tudjon lengést csillapítani. Mennyi, milyen hosszúak. Aha, most ez már jó. Nem kell, hogy olyan marha nagy hasmagasságunk legyen, én úgy érzem. Mert ugye ide még fog kerülni a lány. Ilyen csoda dolog. Igen. Igen. Gyakorlatilag, hogy az autókban is tornyok vannak, tehát nem az van, hogy az aljára van rakva a lengéscsillapító, és akkor ilyen marha hosszú, marha magas az alja, hanem azért kell ugye felnyúlnia minél hosszabban, hogy azért hosszú rugó út meglegyen. Milyen kerekeink vannak? Offroad? Akkor természetesen offroadot használunk. Adnak egyébként más fajtát is, úgy látom, nem muszáj. Olyat igazából úgy oldod meg a dolgot, ahogy akarod, ha akarsz, repülsz is, érted, de... Azért... Oké, és összkerék mindenképp lesz. A gyerekek, azért... látod, és így is milyen magas a jármű. Ugye, kéne egy ülés. Ezt rakjuk mondjuk előre. Az a baj, az ülés sose tetszett, mert ilyen kettő slotot foglal el. Oké, kellene egy engine, az már mondjuk menjünk mögé. Oké. És akkor igazából már nekem nem is kell most, nem? Bekötések kellene. Kellene ide a kormány. Kivehetném alul ezt a szart. Passz, de magas! Oké, kormányzás megvan. Jöhetne, akkor az engine-t össze kellene kötnöm ezzel. És az összes kerékkel összkerék meghajtást csinálunk. És ezeket megfordítjuk. Megadunk neki egy kis kakaót, mondjuk egy félig. Oké. Itt már vasat is használunk, úgyhogy ez nehéz. Jó. Elvileg. Ja, meg van emelkedőnk is. Aha. Jó. Működnek a lengéscsillapítók szépen. Elég, bőven elég a hasmagasságunk, amit látjátok. Ezek mik? Semmi, ennyi? Hát ez nagyon jól sikerült ez a gép. Kár, hogy nem tudok jobban kitávolítani, nem tudom miért. Hát ez nagyon jó. Tök jó. Talán baromi jó. Egyébként tök jó ez a játék. Nagy úristen. Innen oda? Na itt lehet, hogy repülőt kell szerkeszteni, nézzük meg. Sugárhajtómű, gyerekek! Sugárhajtómű készítése, innen kell eljutnunk oda. Úgyhogy itt már ilyen természetesen repülőszerkezeteket is lehet egyébként a játékba készíteni, mindenfélét még csinálni. Megnézem a challenge. És igen, a tizediknél vagyunk, akkor innen folytatjuk a következő részbe, gondoljátok. Szerintem jó. Szerintem tök jó lesz. Ezt az 50 challenge-ot le kéne tolni, ezt megnézzük a Survivor módot. Hát az 50 challenge egyébként nem fog ilyen gyorsan menni, mivel ezek a legegyszerűbbek voltak, utána már nagyon gondolkozósok lesznek. Például ez a rakétahajtóműves dolog se lesz már olyan egyszerű, mint amennyire képzeljük szerintem. Na, köszönöm szépen a figyelmet! Egyébként tényleg, hogyha gondoljátok, akkor lesz belőle sorozat, meg hát szerintem valószínűleg 100% hogy lesz belőle sorozat, mert nagyon élem. Na, csácsomi csörtésztát!